Íme a Szovjetunió űrsiklója. Egy csodálatos jármű tesztpéldánya, mely a németországi Speyer Technikai Múzeumban lett otthonra, és tengeti boldog nyugdíjas éveit. Komoly története van ennek a járműnek, 24 vagy 25 alkalommal végeztek vele légköri repülési teszteket, és annak ellenére, hogy soha nem járt az űrben, egy komoly technológia képviselője. Tartsatok velem ebben a videóban. Megmutatom, hogy jutottam el a Speyeri Múzeumba, mit érdemes tudni erről a járműről, valamint a szovjet űrsikló programról. Mielőtt belekezdenénk, előjáróban hadd meséljek arról, hogy még 2022-ben a Kennedy űrközpontban láttuk az amerikai Atlantis űrsiklót. Ez az űrsikló repült utoljára az STS-135 küldetés keretében, és jelentette az űrrepülőgép program nyugdíjazását 30 évnyi szolgálat után. Egyáltalán nem tagadom, nem várt érzelmek törtek ránk. A jármű láttán könnybe lábadt a szemem, annyira magával ragadó volt az előzetes show és maga a látvány. Kicsit speechless. A floridai élményeinket, melyben helikopterrel repültünk a Kennedy űrközpont fölött, bejártuk a látogatóközpontot, és végül egy nap alatt két rakétaindítást is átéltünk, három részben foglaltuk össze nektek. Linkek a leírásban. Ekkor már tudtam a szovjet űrsiklóról, de bevallom őszintén megmaradtam olyan bakancslistás eseménynek, hogy majd valamikor meg kéne azt is nézni. És ekkor jött az az ötlet, hogy az október 12-én megrendezésre kerülő Space Creator D nevet viselő eseményen részt vegyünk, amit akkor már persze egybe lehet kötni egy szovjet űrrepülő látogatással. És így, hogy az esemény ráadásul Speyerben volt, ugyanott, ahol az űrsikló is található, egyértelmű volt, hogy ezt be kell vállalni. Külön köszönet a csatorna támogatóknak, akik lehetővé tették, hogy létrejöjjön ez az út. Köszönjük! Így hát október 11-én pénteken repülőre pattantam, majd Stuttgartban egy kedves nézőnk, Laci, felvett és átmentünk együtt Speyerbe. Laci, innen is köszi szépen. Na, hogy nem bírtam ki, és az utunk persze nem a szállásra, hanem azonnal a múzeumba vezetett. Kicsit élek most a természet fölötti képességeimmel, és átugrak a múzeumba. Hát itt vagyok, bármikor meg tudom csinálni, ilyen képességem van. Nézzétek meg, ott van a Buren, gyertek, és megmutatom nektek, de addig én vissza is teleportálom magam, úgyhogy találkozunk a képernyők előtt. Ez a rohadt teleport mindig összekeveri a sapkámat. Indulásképpen hadd szögezzem le, hogy nagyon jól tudjuk, sokan Burennak hívják az itt kiállított tesztjárművet. Viszont valójában ez nem a Buren. A Buren nem a szovjet űrsikló általános elnevezése, ugyan Buran programként hivatkoznak a szovjet űrrepülő programra, de a Buran egy bizonyos űrrepülőre utaló név. Pontosan úgy, ahogy a korábban említett Atlantis űrsikló esetében is, itt is egy járművet jelöl a név. Ennek a kiállított járműnek a neve Buran Analog BTS-002 vagy OKGLI 002. A BTS oroszul Balsoj Transportni Samolyot Vtaroj jelentése magyarul a nagy szállító repülő második példánya. Az OKGLI pedig az orosz Orbitalni Korabl Dlya Gorizontalni Lotni Ispitalni rövidítése, ami annyit tesz magyarul, hogy orbitális keringőegység horizontális tesztekhez. Sajnos oroszul elég rosszul tudok, ezt nézzétek el nekem. Az egyszerűség kedvéért én a továbbiakban csak Buran Analognak fogom nevezni, és akkor remélhetőleg senki nem fogja összekeverni majd az eredeti Buránnal, ami két keringést tett meg a Föld körül, és ezzel az egyetlen orosz űrsikló volt, ami kijutott a világűrbe. Ha a teljes szovjet űrsikló programot meg szeretnéd ismerni, mindenképpen nézd meg a Falucskai Norbival készült TechU adásunk 8. adását, link a leírásban. A Szovjetunióban sokáig az N1 rakétával kísérleteztek, volt 4 indítása is, de sajnos mindegyik kudarcba fulladt, így leállították annak fejlesztését. Természetesen erről is készült adásunk Falucskai Norbival, a TechQ című műsorunk 16. adását nézzétek vissza. 1976. februárjában kiadják a parancsot, hogy egy orosz űrsiklót fejlesztenek a mérnökök az amerikai űrsikló tervei alapján. Persze nem nehéz észrevenni, hogy a két jármű szinte teljesen ugyanúgy néz ki. A szovjetek ugyanis nagyon könnyen hozzájutottak a tervekhez, ez egy külön videót megérne, de valóban tényleg csak lemásolták az amerikai STS rendszert? A válasz természetesen nem.
A szovjetek azért tudtak ezt-azt az űrbejutásról, ezért nem csak lemásolták, hanem kicsit újra is gondolták azt. Ha az orbitert nézzük, akkor sok egyéb mellett a legnagyobb eltérés a jármű hátsó felében látható. A szovjet tervek szerint az űrsikló nem kapott emelkedéshez szükséges hajtóműveket, ezeken nem voltak az RS-25-öshöz hasonló főhajtóművek, melyeket a központi tartály látott el üzemanyaggal. Magyarul aktívan nem vesz részt a föld körüli pályára jutásban. Ezt a feladatot teljes mértékben az Energia szupernehéz hordozórakéta végezte. A hordozórakéta egy főfokozatból, valamint négy oldalsó fokozatból állt, hajtóművei finomított rakétakerozinnal és cseppfolyósított oxigénnel működtek, így nem volt szükség szilárd hajtóanyagú gyorsító rakétákra sem. Az amerikai változat Hydrolox hajtóművei hidrogén és oxigén meghajtásúak voltak, amihez hihetetlen alacsonyra hűtött hidrogénre volt szükség, ezért a központi tartály jellegzetes, narancssárga színű hőszigetelő borítása. Az orosz jármű esetében a kerozinhajtás miatt egyáltalán nem volt szükség hűvédő borításra, és mint tudjuk, ez a borítás, pontosabban ennek lehulló darabjai nem kis fejfájást okozott a NASA számára, végül pedig ez okozta a Columbia űrsikló tragédiáját is. Míg az amerikai STS egy komplett rendszert alkotott, addig a Buran Energia páros két külön rendszernek számított. Talán emlékeztek, hogy a NASA sokat szenvedett az SRB-kkel, vagyis a szilárd hajtóanyagú gyorsító fokozatokkal, több alkalommal csak a csoda mentette meg az űrhivatalt a tragédiáktól, és sajnos a Challenger esetében már a szerencse sem állt mellettük. A hatalmas RS-25-ös hajtóművek helyett a szovjet űrsiklón a tervek szerint lett volna két űrben használatos hajtómű, valamint két hagyományos sugárhajtómű is, melyek a Suhoi 27-es vadászgépből származtak. Így visszatéréskor nem csak siklani lett volna képes, de ha szükség lett volna rá, önerőből repülni is. Ha jobban belegondolunk, sokkal észszerűbb lett volna ez a fajta kialakítás, ugyanis az amerikai űrsikló esetében a három RS-25-ös hajtómű szerepe a pályára állás után a küldetés hátralévő részére véget ért, és holtteherként cipelte magával a jármű. A szovjet jármű esetében ezt a felesleges tényezőt teljesen kiiktatták, hiszen az orbiter hajtóműveire nem volt szükség a keringési pálya elérése érdekében, ez pedig, bárhogyan is nézzük, nagyon okos megoldás volt. A Buran pontosan egy tonnával volt képes több hasznos terhet az űrbe juttatni, tehát 30 tonnát, szemben az STS 29 tonnájával. Szerintem mindenki kihallja belőle a micsoda méregetést. És hogy még egy kicsit dicsérjük az orosz dizájnt, az Energia rakéta önmagában is képes volt üzemelni, és figyelj, 100 tonna hasznos terhet tudott az űrbe juttatni. És ha belegondolunk, ez az amerikai STS rendszer képességeinek több mint háromszorosa. Összehasonlításképpen a Starship jövőbeli verziója 150-200 tonnára lesz képes. A Buran jármű neve magyarul hóvihart jelent. A Buran hivatalosan az 1.01-es példány volt, melynek első és egyetlen orbitális repülésére 1988. november 15-én került sor. A korábban említett Energia hordozó rakéta indította el, az űrhajósok nélküli gépen pedig nem volt létfenntartó rendszer. 3 órát repült, azaz 2 keringést tett meg a Föld körül, majd automatikus leszállást hajtott végre a Bajkonuri űrrepülőtéren. És ami mindenképpen figyelmet érdemel, azok az űrsikló által az űrben készített páratlan felvételek. Pontosan, ugyanis egy darab kamerát nem voltak képesek rászerelni, máig érthetetlen okokból. Mi már a SpaceX szintű közvetítésekhez szoktunk, ezért elképzelni sem tudjuk, ki volt az a géniusz, aki áldását adta arra, hogy ne vigyen a jármű magával egyetlen egy kamerát se. De ettől a fura történettől függetlenül, 1988-ban egy olyan rendszer volt a Szovjetunió kezében, ami emberirányítás nélkül volt képes kijutni az űrbe, majd onnan visszatérni. Már a második tesztrepülésen több feladata lett volna, mint például űrállomáshoz dokkolni, majd leválni, Szojuz űrhajóhoz dokkolni, majd leválni, és tesztelték volna a Canadarmhoz hasonló robotkart is. És mindezt ugyanazon repülés alkalmával. Képzeljük csak el, hogy akár bajba jutott űrhajósokért is képesek lettek volna egy szovjet űrsiklót föld körüli pályára küldeni, majd épségben hazahozni őket teljesen automatizált módon, emberi segítség vagy beavatkozás nélkül.
A Burán első és egyben utolsó útjához tartozó érdekesség, hogy a repülés előtt nem sokkal, valamikor 1987 végén, 88 elején döntés született arról, hogy az űrrepülésekor egyetlen egy sugárhajtóművel se rendelkezzen a tervezett kettőből, ugyanis ezeket túl komplikáltnak találták akkor még. Hogy végleg elvetették volna a sugárhajtóművek használatát, vagy csak az első repülésen nem kockáztattak, azt sajnos sosem tudjuk meg a szovjet űrsikló program korai vége miatt. A Burán analóg az űrrepülőgép olyan változata volt, melyet még két extra gázturbinás sugárhajtóművel szereltek fel, és ezek utánégetővel is rendelkeztek, hogy lehetővé tegyék vele a földi légkörben a szubszonikus, azaz hangsebesség alatti járműkezelési és leszállási teszteket. A Burán analógot értelemszerűen a Burán program keretében fejlesztették ki 1984-ben, és 24 vagy 25 tesztrepülést végeztek vele az 1985 és 88 közötti időszakban. Van, ahol 24-et, van, ahol pedig 25-öt írnak, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen katonai programról volt szó, és ha bárki elkezdte volna számolni, hát könnyen valamelyik gulágon találta volna magát. Pontosan ugyanolyan aerodinamikai, súlyponti és tehetetlenségi jellemzőkkel rendelkezett, mint az űrképes Burán. Célja az automatizált leszállórendszer fejlesztéséhez szükséges ismétlődő tesztek elvégzése volt. Az analóg abban különbözött a tervezett űrbesorolású orbiterektől, hogy 4 AL-31 típusú hajtóművel szerelték fel kettő helyett, melyeket a vízszintes tengelyhez képest 4 fokkal rögzítettek a járműre, és összesen 40 tonnás tolóerőt biztosítottak. Első ránézésre bevallom nektek őszintén, nem tudtam, hogy miért nem egyformák ezek a hajtóművek ezen a tesztmodellen, miért is van rajta két különböző változat. Pedig a válasz egészen egyszerű. A függőleges vezérség tövében látható hajtóművek azok, ami a jövőbeli változatokon is a jármű részét képezték volna. És azért vannak így eldugva vagy debugyolálva, mert az űr zord körülményeinek valahogy ellen kellett álljanak. Valamint ha megnézitek, az elejére kis ajtókat szereltek, ezek csukott állapotban lettek volna egészen a visszatérésig, hiszen a hajtóművekre nem nagyon lett volna szükség a landolásig. A másik két hajtóművet pedig kizárólag a földi tesztrepülések miatt szerelték erre a modellre, hogy képes legyen önerőből felszállni és végrehajtani ezeket a teszteket. És leginkább ezért tűnnek ennyire csupasznak a másik két hajtómű mellett. A hajtóművek működéséhez használt extra üzemanyag tartálya raktérben került elhelyezésre, és annak körülbelül egy negyedét foglalta el. A hajtóművek így lehetővé tették, hogy olyan teszteket végezzenek vele, amiket az amerikai változattal soha nem lehetett, vagyis képes legyen önerőből felszállni hagyományos repülőterekről. És ezt az extra tartályt nagyon jól lehetett látni a múzeumban kiállított Burán analóg belsejében, hiszen az egyik oldali raktérajtók nyitva vannak és teljesen belátni a raktérbe. Higgyétek el, marha jó élmény így látni a Burán analógot, szinte bele lehet mászni, sőt, innen a pilóta kabinba is be lehet kukucskálni, ami kék fénnyel van megvilágítva. Szerintem piszkosul látványos, ahogy a látogatók számára elérhetővé tették ezt a járművet. És nekem kifejezetten tetszik ez a kékes megvilágítás. Amíg nem láttam közelről, mondjuk én azt hittem, hogy az üvegeinek ilyen kékes színezete van, így vagy úgy, az biztos, hogy nagyon feldobja. Külön kiemelném, hogy a kiállított jármű belsejébe hátulról is be lehet mászni, ugyan üveggel elkerített ez a folyosószerű kialakítás, de egy rámpán felsétálva teljesen belátni a jármű hátsó részébe. Mivel a Burán szinte tökéletes mása volt a Burán analóg, vagyis a BTS-002, így a 4 sugár hajtómű mellett értelemszerűen megkapta az űrben használatos két hajtóművét és a szögletes panelbe integrált pozícionáló fúvókáit is. A múzeum két szinten rendelkezik a falak mentén, így különböző oldalról is látható ez a csodás madárka. A hátsó részhez kifejezetten közel lehet így menni, egyszerűen imádtam a látványát. És nem csak a hajtóművek impozánsak, de a függőleges vezérség felső része is nyitott állapotban látható, ez landolás utáni lassításra szolgált. A járművel elvégzett repülési tesztek hossza általában 20-30 perc volt, és egyre magasabbra merészkedtek vele. A kezdeti alacsonyabb magasságú teszteket olyan repülések követték, mely során az 5000 méteres magasság elérése után a hajtóműveket leállítják, és kézi vagy automatikus leszállást hajtottak végre a járművel. Az analóg ugyanazokkal az alapvető rendszerekkel volt felszerelve, mint a Burán,
beleértve az RM1-es és 2-es katapultüléseket, a navigációs rendszereket, a futóművet, a leszállórendszer antennáit, hőérzékelőket, valamint gyorsulásmérőket. De a járművet nyugdíjazás előtt arra is használták, hogy a 3MT jelzésű szállítójármű és az Orbiter páros repülési jellemzőit teszteljék, továbbá a jövőben szállítandó járművek csatlakozási pontjait és az optimális szállítási konfigurációját kifejlesszék. Ha a Buran analóg amerikai megfelelőjét keressük, az nem más lesz, mint az Enterprise űrsikló. Ez a tesztjármű ugyanis szintén kizárólag horizontális teszteken vett részt, vagy az átalakított Boeing 747-es hátára rögzítve, vagy szabad csiklásban. És bizony ez a jármű bizonyította az amerikai űrsikló program életképességét, fontos lépés volt egy sikeres űrrepülőgép kifejlesztésében. Később ugyan tervezték szolgálatba állítani, de a fejlesztés során a későbbi űrsiklók könnyebbek lettek, így az Enterprise előbb a Smithsonian intézetben, majd a USS Intrepid anyahajón került kiállításra. Talán kis érdekesség, hogy a Buran analóg képes volt az első futóművét állítani. Hogy mire gondolok pontosan, és hogy miért is említésre méltó ez a tény, ahhoz nézzünk meg egy-egy fotót az amerikai és a szovjet űrsiklókról. Azonnal lehet látni, hogy az amerikai változat előre bólint, az első futóműve rövidebb, és az egész jármű látványosan előre bukik. Erre leginkább azért volt szükség, hogy landolás után nehogy alákapjon egy nagyobb széllökés, ezzel ismét megemelve és instabillá téve a járművet. Igen ám, de ilyen pozícióban a Buran analóg az életben nem lett volna képes felszállni, ugyanis egyszerűen nincs elég felhajtó erő. Az amerikai verzióban nem is volt erre szükség, de a szovjet verzió, pontosabban ez a jármű, bizony képes volt sugárhajtóművei segítségével, tehát az Enterprise-tól eltérően külső segítség nélkül is repülni, és főleg ez az oka, hogy olyan furán áll, vagyis normális repülőgépekhez megszokott pozícióban, mert csak így volt képes hagyományos repülőkhöz hasonlóan felszállni. Sajnos a vég nagyon hamar utolérte a Buran programot. A Szovjetunió összeomlásával a szovjet űrsikló program is véget ért. Az amerikaiakkal ellentétben az oroszok másképp is az űrbe tudnak jutni, ugyanis a Soyuz rakétájuk és a Soyuz űrhajójuk nagyjából 6-szor olcsóbban képes volt a feladatra, mint az űrsiklójuk. Így a kialakult helyzet miatt elkerülhetetlen volt a Buran program teljes elkaszállása. A megmaradt űrrepülőgépeket Kazaksztánban tárolták egy hatalmas hangárban, 2002. május 12-én pedig szörnyű dolog történt. A hangár rosszul karbantartott tetőszerkezetét épp vizsgálta egy szerelőkből álló csapat, amikor az beszakadt alattuk. Tragikus módon nem csak 8 ember élet veszett oda, de az egyetlen űrt megjárt szovjet űrsikló, a Buran és egy hozzátartozó energiahordozó rakéta is megsemmisült. Erről néhány felvételt találtam az interneten, igazán elszomorító látványt nyújt. Abban a bizonyos hangárban volt egy 95-97%-ban kész másik űrsikló is, mely a Pityicska, magyarul kismadár névre keresztelt jármű volt. Csodával határos módon ennek semmi baja nem esett szerencsére. Szuper, akkor biztos megmenekült és múzeumban találta magát. Hát sajnos nem így alakult. Ugyanis a hangár már régen elvesztette azon képességét, hogy hatalmas ajtajai nyithatóak legyenek, ezért a hangár amolyan szarkofágként funkcionál a megsemmisült Buran és a majdnem teljesen befejezett, mégis sorsára hagyott Pityicska űrrepülőgépeknek. Látszik, milyen rossz állapotban is van a megmaradt, majdnem kész jármű, sőt, kapott egy undorító graffitit is az oldalára. Igen, teljesen egyetértünk abban, hogy múzeumban volna a helye. Rettentően szomorú így látni ezt a járművet. Továbbá volt még 4 másik példány is, ugyanebben a hangárban a Pityicska előtt látható az OKMT jelzésű, nagyon korai tesztjármű. Először az OKM készült el 1982-ben, az OKMT pedig rá egy évre 1983-ban. Sok tesztfeladatot látott el technológiai fejlesztésekre, a hermetikus biztonsági rendszer, valamint a személyzet ki- és beszállásainak fejlesztésére használták. Eredetileg a második tesztrepülésen vett volna részt, és a légkörbelépéskor megsemmisült volna, de az élet a gyors halál helyett a lassú enyészetet adta neki sorsul. A felvételeket az Urbex, vagyis az Urban Explorer csapat tagjai készítették, amikor belógtak a Kazaksztánban található hangárba,
Tökös srácok, az biztos. A 2.01-es sorszámú építését 30-50%-os készültségi szintnél hagyták abba. 2004-ig a Tushinoi gépgyár udvarán tárolták, 2004. októberében átszállították a Zhukovszki repülőtérre, ott felújították és bemutatható állapotba hozták. Jelenleg meg nem erősített források szerint a moszkvai Vadim Zadoroznyi Technikai Múzeumban található. A 2.02-es és 2.03-as sorszámú példányok már nem jutottak túlságosan messzire az összeszerelést illetően, a meglévő részelemeket pedig szétbontották. Sajnos a Speyerben található Buran analóg is hasonló hányatatott sorssal rendelkezik, úgy tűnik ezeknek a szovjet járműveknek ilyen utóéletet szánt az a csúnya világegyetem, a rossz kozmosz. Szerencsére ez a történet happy enddel végződött. Ugyanis a program törlése után a Buran analógot a Moszkva melletti Gromov repüléskutatóintézetben tárolták, ahol az 1997-es MAX nemzetközi repülési és űrhajózási kiállításon is bemutatták. Majd 2000-ben eladják az ausztrál Buran Space Corporation nevű cégnek, szétszedik és hajóval Sydneybe szállítják. 2000. február 9-én megérkezik, és összeszerelés után turisztikai látványosságként jelenik meg egy nagy, ideiglenes építmény alatt a Darling Harbourban. A Buran analógot a 2000-es Sydney nyári olimpiai játékok alatt is ideiglenesen kiállítják. A tervek között szerepelt, hogy Ausztrália és Ázsia különböző városaiban turnéra viszik majd a járművet, a tulajdonosok viszont az olimpia után csődbe mentek. Az analóg egy éven át ugyan egy elkerített parkolóban kapott helyet, de mindössze egy nagyméretű ponyba vitte, így az állapota sajnos megromlott, és a sorozatos vandalizmus is tovább rontotta a helyzetét. A BTS 002-t ezután eladásra kínálták, többek között az American News rádiós aukcióján 6 millió dolláros kikiáltási áron, azonban nem érkezett valódi ajánlat. Aztán rövid időre átmenetileg homályba vész az analóg, nem tudni, mi történt vele egészen 2004. szeptemberig, amikor német újságírók egy csapata rátalál, figyelj, Bahrainban. Igen, Bahrainban. Utólag ugyanis kiderült, hogy a 2002-es bahraini nyári fesztivál látványosságaként állították ki. Igazi világjáró volt ez a jármű, mielőtt a Speyeri Technikai Múzeummal máig tartó szerelmi kalandba nem kezdett, és feladta kissé hányattatott sorsú utazgatós éveit. Ugyanis a Sinsheim Auto und Technik Múzeum megvásárolta azzal a céllal, hogy 2005-ben Németországba szállítsák. Ennek ellenére több éven át még Bahrainban marad, amíg a jogi díjak miatti nemzetközi bírósági ügy rendezésre nem kerül. Végül csak 2008. március 4-én kezdhette meg a tengeri útját Speyerbe, ahol felújították, és legnagyobb örömünkre bejárható kiállításként szolgál a mai napig, az év 365 napján. Őszintén szólva nagy szívfájdalmam, hogy a Buran program számára nem állt rendelkezésre elég idő ahhoz, hogy igazán bebizonyítsa képességeit. Na nem, mintha a Buran 1988-as ember nélküli teljesen automatizált tesztrepülése ne rázta volna meg eléggé a világot. Akkor ez óriási dolog volt, pláne az akkori technikai fejlettségi szintet figyelembe véve. A Buran energiapáros az amerikai űrsikló 2.0-ás továbbfejlesztett változata volt valójában, hiszen bizonyította képességeit. Sajnos egy korszak véget ért, a Szovjetunió végét még egy ilyen magasztos jármű sem volt képes túlélni. Ha ma bárki szeretne egy valódi teszteken használt, a Buránnal szinte teljesen megegyező valódi űrsiklót élőben látni, azok számára a Speyer Technikai Múzeum kötelező helyszín. Viszonylag könnyen megközelíthető Stuttgartból vagy Frankfurtból repülővel, majd tömegközlekedési eszközzel. A múzeum tele repülőkkel, vadászgépekkel, helikopterekkel, mozdonyokkal, autókkal, egy Soyuz visszatérő modullal, és még sorolhatnám, mennyiféle járművel, és ez tényleg olyan hely, ahová akár családostul is érdemes ellátogatni. A napi belépő ára felnőtteknek 23 euró, az 5 és 14 év közötti gyerekek számára 18 euró, 4 éves kor alatt pedig ingyenes. Az én egyik kedvencem a Lufthansa egyik nyugdíjazott Boeing 747-es jumbo jetje volt. Az egész jármű picit döntött pozícióban van, nagyon fura sétálni benne, és a baloldali szárnya is, a kiállítás része,
ki lehet rá teljesen a végéig sétálni. Óriási élmény. A videó vége felé pedig jöjjön egy felhívás, ugyanis a Space Junkie űrutazás csatorna tagjai számára tettünk ki egy olyan videót, melyben a Sinsheimban kiállított Concorde és 244-es repülőkbe is bekukkantottam. Ezért is érdemes csatorna tagnak lenni, és ha tetszett a videó, semmisítsd meg a like gombot, iratkozz fel a csatornára, vagy hívd meg minket egy kávéra a Patreonon. Ne feledkezzetek el a webshopunkról, ilyen jó kis mörcsöket lehet ott vásárolni. Valamint ha további űrös tartalomra vágysz, nézd meg a 10 perces összefoglalónkat a Starship 5. tesztrepüléséről, minden benne van, amit tudni kell a Flight 5-ről és a booster elkapásról is. Mi pedig találkozunk a következő videóban, addig is a tolóerő legyen veletek. Hajrá Team Space, hajrá Space Junkie! Ezért is érdemes csatornatannak lenni, csatornatannak lenni, bírom kimondani.